Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást. A díjam 4000 forint. Ez a felvétel megjelenik május 19-én. Ezen a napon a nap és Jupiter bolygó még mindig együtt hat. Ez lehet szerencse, és a nap láthatóvá teszi ezt. Itt vannak a lehetőségek, oda kellene figyelni erre. Jupiter bolygónál lehet egy bírósági ügy is, ahol a nap megvilágítja a dolgokat, kiderül az igazság. A politikai élet területén a nap jelenti a kormányt, Jupiter bolygó pedig utalhat a törvényekre. Ezen a napon, tehát május 19-én Mars bolygó és a Hold szemben van. Mars bolygó utalhat a férfiakra, és itt tükröződik valami. A Holdnál vagy anyai dolgokról, érzelmekről, vagy az anyukáról van szó, vagy a Hold jelentheti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, érzelmeket vált ki, különösen a férfiaknál, és ezen a napon fontos az, hogy tisztázzanak valamit az anyukával, vagy ügyeljenek az érzelmekre, és kell a belső nyugalom, kell a belső egyensúly. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák, felül látható az ő gondolata. Ez a férfi szintén azt jelenti, az ő gondolata, tehát itt nagyon fontos az most, hogy mi a terve, hogy min töpreng. Itt anyagiakról, nyereményekről van szó, mutatja felül a második kártya. Lehet, hogy ez most az ő terve, hogy legyenek kereskedelmi kapcsolatok, legyen nyeremény, nagyon-nagyon foglalkoztatja őt az anyagi helyzet. Ami a párkapcsolatot illeti, a kártyáknak lehet szimbolikus jelentése is, hogy ő elgondolkozik azon, hogy mennyire értékes számára ez a kapcsolat, hogy te mennyire értékes vagy számára. Az ő érzelmei bal oldalon láthatóak. Ez a gólya, meg a gyermek jelenti a változásokat, egy új kezdetet, és a lovas hintó az lehet egy utazás, vagy egy látogatás, persze ez is egy utazás, és jelentheti a változásokat, gyakran, különösen így együtt a gólyával utalhat költözködésre is. Mit fog tenni, az jobb oldalon látható. A hölgy mutatja azt, hogy van itt egy rossz hír, ami kivált szomorúságot nálad. A hölgy alatt ott van a házasság kártyája. Lehet, hogy még benne vagy egy párkapcsolatban, egy házasságban, ami elszomorít téged. Ő ezt érzi, hogy így van, hiszen az érzelmei utalnak változásokra, vagy egy utazásra. Az utazás lehet egy változás is. Tehát ő érzi azt, hogy te boldogtalan vagy, közeledik hozzád, és szeretné, ha lennének változások, keresi veled a kapcsolatod. Ami a házasság kártyáját jelenti ott jobb oldalon alul, ez tényleg a házasságra utal, de mint mindig a kártyáknak vannak szimbolikus jelentései is, akkor ebben az esetben ez a kártya jelenthet bizonyos szerződéseket, de azért légy óvatos,
hiszen ott van a rossz hír, a szomorúság, ez lehet egy előnytelen szerződés is. Hogy mi fűz össze benneteket, az középen a magyar kártyán látható. Itt az L betűről van most szó, és leírhatod a kommentárba, hogy mit jelent számodra az L betű. Ami számomra most így eszembe jut, László, Lilium, Lilla, Lilafüred, Ló, hogy mit jelent számodra az L betű, ennek tényleg örülnék, ha leírnád a kommentárba. A régi írásmód, az úgynevezett rovás írás, az középen van, ami nem csak a régi betűt jelenti, hanem van szimbolikus jelentése, és ez olyan, mint egy sátor, de a sátor előtt ott van a kerítés. Itt le kell zárni bizonyos dolgokat, vagy óvatosnak lenni, hogy kit engedsz be a sátradba, meg kit nem. És a sátor az szimbolizálja az otthonodat. A német nyelvű területen is vannak betűk, meg ilyen régi betűk, ők rúnának hívják, hasonló, mint a rovás írás, az ott bal oldalon alul látható, nem ugyanaz, mint ami középen a rovás írásnál van, de mégis úgy hasonló. A képen Odin látható, Odinnak a szája, ami utal a kommunikációra. Bizonyos dolgokat most meg kellene beszélni egymással. A napi kártya jobb oldalon látható. Itt ez a hölgy tevékenykedik. Olyan, mintha lenne egy hobbija, és elkészített ilyen dolgokat, ami úgy körülötte van. Nagyon ügyes, de mégis úgy érzi, hogy most hiányzik valami. Lehet, hogy a hobbiához hiányzik valami, és nem tudja tovább készíteni a dolgokat, vagy az is lehet, hogy ő tevékeny, és nagyon szép dolgokat alkotott itt. Majdnem, hogy mondhatnám, hogy művészies a tehetsége, de úgy érzi, hogy senki nem veszi ezt észre. Ez lehet, hogy itt tényleg egy hobbiról van szó, és tudod az, hogy tehetséges vagy, de nem tudod eladni ezeket a dolgokat, mert mások nem figyelnek oda rám. De a képnek is van egy szimbolikus jelentése, hogy mindenütt ott vagy, hogy segítesz, hogy kialakuljon valami, ügyes vagy, kezedbe veszed a dolgokat, rendezed magad körül a dolgokat, sőt, nem csak nálad, hanem másoknál is, és most eljutottál odáig, hogy úgy gondolod, hogy miért? Miért csinálom én ezt? Nincs semmi értelme, mert tulajdonképpen senki nem köszöni meg, senki nem hálálja meg a munkámat, oda se figyelnek erre, sőt, az is lehet, hogy felmerül benned ez a gondolat, hogy mások kihasználnak téged. De tudnád tovább csinálni, hiszen az eszköz az ott van a kezedben. Sőt, én úgy érzem ennél a képnél, hogy nagyon szívesen csinálod, de most mégis úgy megálltál egy pillanatra, amikor úgy érzed, hogy érdemes. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Én úgy érzem, hogy ezeken a témákon kellene most ezen a napon elgondolkozni. Persze lehet, hogy itt tényleg tevékenységről, egy hobbiról van szó, és hiányzik egy anyag hozzá, be kell most vásárolni, beszerezni ezt, hogy tovább tud tenni ezeket a dolgokat, és megvan a tehetséged, ezek olyan művészi tehetségekre utalhatnak. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Amennyiben tetszett a videó,
Örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy azt, hogy mit jelent számodra az L betű. Örülnék annak is, ha meglátogatnál a Facebook oldalon Dendera Susanna Medici, ott megjelenik naponta a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!